Szeptember 16-án a festői hangulatú Újebergényi kastélyszállóban került sor az első Vas megyei búzatermelési verseny ünnepélyes eredményhirdetésére. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas megyei szervezete étkezési, illetve takarmánybúza kategóriákban hirdette meg a megmérettetést. Amikor ránéztünk a saját és a környező országok termés eredményeire, azt tapasztaltuk, hogy szinte már kétszeresét termelik annak hektáronként búzából, mint amit mi teljesítünk. És ezért minden alkalmat megragadtunk arra, hogy a szakmát alkalmassá tegyük arra, a versenyképességre, arra a kihívásra, ami a közeljövőbe vár ránk. És ennek egy része, ennek egy lépcsőfoka a búzatermelési verseny, amivel be akartuk bizonyítani az igazunkat, hogy igenis, Magyarországon is képesek vagyunk olyan színvonalon termelni, mint ahogy azt a környező országok és a világ színvonal teszi. Ez motivált bennünket, mert a termelőinknek óhatatlanul szüksége lesz a versenyképességre. Olyan kihívások elé állunk a következő években. Takács Gyula 1988 óta munkálkodik saját gazdaságán. A tavalyi évben 274 hektáron csak búzát termelt, ami 7,1 tonna átlagtermést hozott. Az első Vas megyei búzatermelési versenyt az ikervári gazdálkodó étkezési búza kategóriában 9,88 tonna per hektár termelés eredménnyel, illetve 12,6% fehérjetartalommal nyerte meg. Kihívásnak tartottam a versenyt. Mondom, meg kell mutatni magunkat olyan emberek előtt, akik a minimál termelésre álltak, meg kell mutatni, hogy igenis lehet jól gazdálkodni, eredményesen, és lehet nyereséget termelni. Takács gazda a Timakagró termékeivel gondozza földjeit, ami a termelési átlagon is meglátszik. Ez az év nekünk jobb volt, mint az előző év. Minden évvel jobban termelünk, úgy érzem, mert a talajunkat állandóan tápanyagba gazdagon tartjuk, és ugye ha telített a talaj tápanyaggal, meg a vízháztartást megőrizzük, akkor azért a szárazság ellenére is lehet eredményt elérni. A Timakagró Hungária Kft. Magyarországi megjelenése óta az ikervári gazdálkodó Timak termékeket használ. Ugye megkerestek ugye az akkori üzletkötők, és nézegettem a kínált termékek paramétereit, és azok arra sarkaltak, hogy meg kéne próbálni az akkor divatos termékekkel szemben, mondom, ezek sokkal több nyomelemet tartalmaznak, tehát ugye vízben oldható dolgok vannak benne, ami nem mindegy, hogy azt esetleg lehetett fejtrágyaként is használni, nem csak pedig bedolgozott alatrágyaként. Búza is repce, ami fő, ez a két fő profilom, mert ha magas szinten csinálom, eredményt tudok elérni. A Timakagró Hungária Kft. Magasan képzett szaktanácsadói gyakorlati tapasztalatukkal is segítik a gazdák munkáját. Most is 96 tonnát vettem a repce és búza alá, tehát mind a két terméküket használom, tehát alaptrágyában. És most az idén még emeltem a fejadagot, tavaly két mázsát tettem, például a repce alá most 3-at. Ugyanúgy búza alá is tavaly 2-t tettem, most 250 kiló. Takács Gyula gazdálkodó a Timak termékeket azoknak tudja ajánlani, akik az intenzív termesztést választják a jövőre nézve, illetve tudnak örülni a sikernek.